Térjünk vissza egy picit a gondolkodásmódhoz. Ugye miből indul ki egy gondolkodásmód? Ezt olyan sokan kutatják, én azt mondom, hogy már nem is fontos, az a lényeg, hogy itt van egy gondolat. Hogy az neked pozitív vagy negatív, ugye mindig mondják, hogy hát az nincsen. Valószínűleg nincsen, igen, de tartozik hozzá egy érzés. És ahogy az hozzád elérkezik, amilyen következtetéseket te abból levonsz, az számodra lesz negatív vagy pozitív. De ez még mindig nincs itt vége, mit kezd el azzal a gondolata? Megakadsz benne, megragadsz benne, mert annak lesz egy energiája. És amikor az embernek több problémája visszatér idővel utána, a tudatalattiból mindig feljön az az érzés, ami a problémához, konfliktushoz kapcsolódott. Itt a visszatérésnél azt hiszem volt is erre ábra, ugye, hogy visszatérnek a problémák, és még nem tudott a hullám kiegyenesedni. Itt mit meg kell nézni, hogy milyen viszonyod van abban a helyzettel, mit nem oldottál még meg, milyen gondolataid vannak. Gondolkodásmód váltában nem azt jelenti, hogy az ember csak pozitívan gondolkozik, és egy rózsaszín szerelmes kötfertő beír, hogy majd az mindent megold. De akkor még a kihívások jönnek. Megoldás központúan kezdek el gondolkozni. Az azt jelenti, hogy nem kifogásokat keresek, nem félelmet, nem aggódást, hanem arra fordítom, hogy milyen irányokból lehet megoldást keresni. Na most mi van, ha nem tudok? Akkor kérjek segítséget. Nagyon sokan nem tudnak segítséget kérni, nem mernek segítséget kérni. Kérjél segítséget bárkitől, és az a kommunikációnak egyik nagyon fontos része, hogy merjed kinyilvánítani a gyerekek, segítsetek, milyen megoldási utak vannak. Mi kell ahhoz, hogy az ember felismerje azt, hogy mondjuk elmerült egy problémában, egy negatív érzésben? Éberség. Ez olyan, mint amikor megcsíped magad, hogy élek. Hogy hoppá, nézd már két órája azon gondolkodok, amit nem kéne, ugye? Ez a tudatossági fejlődésnek egy lépése, hogy szinte begyakorlom azt, hogy abban a pillanatban, hogy hoppá, merre visz az engem? Ugye? Albert Einstein apának nagyon jó volt az a mondása, hogy ami ma problémám van, azt az eddigi gondolkodásmódom, tapasztalatom és tudásom alapján értem el. Oké, de innen hogy megyek tovább? Szerzek hozzá információt, és megnézem, hogy ezután mit választok. A választás. Nagyon fontos dolog.